idejöttem egy idegen országban, egy más rendszerben, szocialista rendszerben, 51 dollárra, mert többit elloptak a Ferihegyen, és első napon, amikor kimentem, és nem értettem semmit, és szürke volt minden, őrsvezetéren béreltek egy ibusz szobát, ott laktam, és mellette vékony fal, másik oldalán egy fiatal házaspár lakott, aki miatt egész éjjel tudtam aludni, mert nem diszkrét típusok voltak. De onnan kezdtem, és kimentem a ABC-be, és mit vegyek, és semmi indiai típusú dolog nem volt. Tehát onnantól kezdve ember eljut odáig, hogy Laszlo Nádort játszik, akkor az sok mindent jelez. Luther Imre vagyok, a költészet szerelmese. A versek gyakorta csak úgy jönnek és mennek az ember életében, egymásnak adva a kilincset, épp úgy, ahogy a vendégek. De van olyan vendég, akit nem eresztünk. És van olyan vers, amely nem ereszt bennünket. Ebben a műsorban ismert barátaim mondják el, hogy hogyan változtatta meg az életüket egy vers, és hogy mit gondolnak a világról. Ez itt az Élet a sorok között. Josi baráttal találkozom, akiről nehezen képzelnénk, hogy nem hitt a jóslatokban, a karmában, mégis többször kezdte újra az életét. Kiderül, hogy Arany János és Hoffi Géza tette igazán magyarrá, és az is, hogyan látja ma a fiatal énjét. Egy picit az akasztják a hóhért szituációja az, amikor ugye azt az embert kérdezik, aki valójában mások sorsát tudja legkiválóban elemezni, és persze aki műsorvezetőként, riporterként, interjőrként megpróbálja a mások életéből azokat a fontos szereteket kiszedni, amely a nézőket is érdekelhet. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Josi barát a vendégem természetesen, aki, hát nem is tudom, hogy lehet téged meghatározni, mert te alapvetően mégis csak bábszínészként kezdted a pályádat, és itt is ragadtál Magyarországon, Indiából jöttél, és aztán annyira itt maradtál, hogy bábszínészből átlovagoltál, átevickéltél egyfajta pszichológussá, ha lehet ezt mondani, hogy sorsjellemzővé. Igen, ez a ősi indiai hagyományok, ahol embereknek a bajuk volt, akkor elmentek a falu legöregebb emberéhez, vagy egy gurúhoz, vagy egy mesterhez, és azok mondtak, nem voltak azok pszichológusok. Hát a Buddhának sem volt egy végzettsége, ha jól tudom. Ez biztos. Ő volt az első. Az első, így van, és igen. Még neki nem jutott diploma. Így van. Én úgy vagyok azzal, hogy ezoteria az jó, az valamennyire segít az embernek a másik énjét felerősíteni, mert legtöbbször a szenoritás miatt vagyunk bajban. A logika miatt vagyunk bajban. Ha kicsit másképpen nézel, akkor már azt mondjuk, hogy minden problémánkat tanítunk, akkor már nem vagyunk bajban. Akkor tanítómesterhez jöttünk, ha bajban vagyunk. Tehát ezzel az életfilozófiával próbálok segíteni, vagy utat mutatni, vagy közösen megtalálni valamit. Hogyan keveredtél te a bábszínészet felé? Régen Indiában színész voltam, tehát csak színészettel foglalkoztam, el is végeztem, és nagyon sikeresek is voltunk, mint a fiatal színészek. Aztán, ahol én dolgoztam, abban az akadémiában volt a klasszikus indiai tánc, klasszikus bábszínház és a klasszikus indiai színház is. És azt láttam, hogy a bábosok állandóan utaznak külföldre. De egy évben 6-szor. Amerikába, Japánba, Európába, ide. Mi meg ott lelkünket kiadtunk, például csináltunk a hegedűs, a háztetők indiai verzióját. Ah, tehát igen. A kasztrendszerben átültetve. Meg a Godora várvát. És hát ott majdnem megvertek minket, mert a Godó az hindi nyelven azt jelenti, hogy a szamár. És a szamárra várva emberek azt hittek, hogy a parasztok azt hittek, hogy itt olyan komédia lesz, hogy csak na. És kaptak egy nagyon komoly drágot. Sokáig a répát, meg, és nekünk aztán végén, aki kiment, az beült a kocsiba és vitték, és végén már diszletet ott hattuk, és tehát ilyeneket csináltunk. És mellette ezek már állandóan utaztak ezekkel a bábokkal, és akkor mindig néztem, hogy mit csinálnak, és rám olyan a malvárata. És egyszer jöttek volna Európában turnéra, és a főszereplő, aki játszott volna a Rámát, a Ráma Istent, édesanyja megbetegedett, és akkor én voltam az, aki járt arra felé többször. És akkor mondtak, hogy beugranék-e
mi az, hogy? És így 1974-ben először voltam Európában. És emlékszem, hogy a Rómán keresztül mentünk Milánóba, ott volt ez a nemzetközi vására valami. Aztán a turné, onnan mentünk Dániába, Svédországban és a Spanyolországban. Ott megismerkedtem a Nemzetközi Bábszövetséggel, meg ilyen képzett színészként, mennyire jó, meg hű, meg ha. És akkor mindig mondták különböző ösztöndíjak, hogy mennék-e. És akkor így kaptam ösztöndíjakat. Sokat jártam a világban. És utolsó ösztöndíjam az Stockholmban volt. Az ilyen 7-8 hónapos volt. Amikor lejárt, akkor írtam, hogy mielőtt hazamennék, azért elmennék egy kelet-európai bábszínházba. És akkor három variációm volt, a moszkvai Obrazcov-féle színházban, bukaresti és a budapesti színházban. Na most a moszkvai az 15 napos ösztöndi volt, meg semmi értelme nem volt. A bukaresti az 2 hónapos volt, budapesti az 3 hónapos volt. És az szólt Budapest mellett, hogy én láttam a budapesti bábszínháznak a János Vitéz című darabját Indiában, mert ott turnéztak. És akkor mondom, hogy I go to Budapest. De én nem tudtam semmit, nem kevertem össze Budapestet Bukarestre, mert egyikről se tudtam. Ha pusztán teljesen racionális asszolt mellette, hogy ez hosszabb volt, és persze láttál is egy előadás, hosszabb volt, és akkor lehet igazán belemélyedni a színház életébe. Ez olyan ösztöndíj volt, hogy ott vagy, beleépülsz a színházban, nézed a próbafolyamatokat, a műhelyben, a bábkészítés, meg minden. Tehát ott a 3 hónap az eléggé nagy idő. Így kerültem ide 1980. február 29-én, ami csak 4 évente jön. Az indiai származású bábszínész, sorselemzői és műsorvezető Josi barát 1955-ben Mumbai-ban született. Bár sokan keverik neveit és megszólítását, vezetékneve a Josi jövendőmondást, míg keresztneve a barát Indiát jelenti. A legtöbben mégis Josinak szólítják, nem barátnak, pedig mindenki barátja. Szülei banktisztviselőnek szánták, ő pedig színésznek tanult. Egyetemistaként 1980-ban került Budapestre, tanulmányúton járt itt, de az otthonát is megtalálta. Néhány évig az Állami Bábszínházban dolgozott, miközben közgazdász végzettséget szerzett és sorselemzéssel foglalkozott. Neve akkor lett országosan ismert, amikor 2008-ban elindult saját tévésója, amit aztán több másik is követett. 2 lánya van. Műsoraiban hosszan beszélget vendégeivel az életükről, a sorsukról, a legfontosabb állomásokról. Ehhez hasonló történik most vele is, amikor őt keressük a sorok között. Miközben mindannyiunkat meglep a magyar költészethez fűződő viszonyával. Hiába mondom a magam szavait, nem figyel oda, kikapcsolja a telefont. De te kine kapcsolj, nem sokára lesz egy újabb adás, tudsz róla? Csak akkor tudsz róla, ha feliratkoztál. Úgyhogy nyomj egy csengőt. Csengő. Na most, amikor te gyerek voltál, akkor nyilván valami fajta olyan impulzus kellett, hogy érjen téged, ami elmozdított a színház, vagy alapvetően a művészetek irányába, hogy elkezd felfogni a világot, és azt megmutatni másoknak, hogy ez a vágy, ami benned volt, hogy ezt megted. Milyen körülmények között, hogyan éltél, vagy hogy értek ezek a fajta hatások? Én annyira emlékszem, hogy akkor volt a India és Kína között háború. Az a Ladakh, meg most is van abból feszültség. És csináltunk iskolában egy hazafias színdarabot. És abban én voltam az egyik katona, aki árnyátékban hátul volt, és tudom, hogy innen csak felfelé látszott, hogy volt egy ilyen papírból készült kis katonai sisak rajta, és akkor annyira tetszett a színház. Ott kezdődött az egész. Aztán sokáig nem volt semmi, mert ment az élet tovább, és emlékszem, hogy 13 éves voltam, amikor apám meghalt, és a kontroll megszűnt, akkor már utána a színház kezdett érdekelni, hogy mi. Aztán mivel apám meghalt, kénytelen voltam dolgozni, úgy tudtam egyetemi díjat fizetni, meg minden, mert a közgazdasági egyetemet végeztem, és ahol dolgoztam, a Süketek iskolája volt, és ott egyik ember csinált bábszínházat. És akkor igen. És így kerültem én a bábszínházba. És akkor beiratkoztam a egyetem mellett a színművészeti főiskolára ott. És ott végeztem a színészi szakon. És hát többi az már jött utána.
Mennyire más a két nép ilyen irányú, nem csak a gasztronómiában, hanem kifejezetten az irodalomban is az a fajta kulturáltság, ami benne van az emberekben, tehát a fogékonyság arra, hogy... A műveltség egyforma, tehát szerintem a magyar nép nagyon művelt. Tehát én voltam Amerikában, de a fogalmuk nem volt, tehát Indiából Delhi, vagy maximum Taj Mahal. De azt hittem, hogy Irakban van, vagy mit tudom én, tehát mindenféleket hallottam. De magyar nem, amíg idejöttem, akkor előtte Stockholmban voltam, ugye ott 7 hónapig laktam egy házban, társasházban, mint itt, nem tudom, ki a szomszéd. Annyira nincsen az emberekkel kommunikáció? Nincs. Azért nem vezettek be ott a szigorú intézkedéseket a Covid alatt, mert a miniszter úr mondta, hogy mi eleve távolságtartók vagyunk, nem másfél méter, sokkal nagyobb, de nem kell. Hát visszatérve, nagyon sok hasonlóság van. Egy példát mondok, hogy ami idejöttem, aztán szerelmes lettem, és Gödöllőre költöztem. És egyik indiai barátom, aki itt tanult egyetemen, azt meglátogat, mondta. És felírtam neki papírra a címet. És felült a hévre, és valahogy elvesztette a címet. Aztán a hév megálló megkérdezett, hogy ide költözött egy indiai, nem tudja, hol lakik, és tudták. De nem volt valószínűleg túl gyakori. Egyébként, de most ugyanez történik Indiában, így ott a pletyka az megy. Meg másik dolog, ez a eposzok iránti rajongás, az itt is ugyanúgy van, tehát nem véletlenül választottam amit, mert én gyerek voltam, akkor mi utcánkban volt egy nő, aki fantasztikusan olvasta ezeket az ősi, eredeti, régi Rámajanát, meg a Mahabharatát. És ott az volt az esti mese. Minden este, ugye ottani szokás szerint csak egy fejezetet lehet olvasni. És minden, és összegyűltek az asszonyok legtöbbször. Én voltam az egyetlen férfi gyerek ott, és hallgattam. Amikor te idejöttél Magyarországra, azért nyilván nem a legkönnyebb nyelv a magyar. Előtte te nem beszéltél magyarul nyilván. Nem. Amikor elkezdted megtanulni a magyar nyelvet, akkor mennyiben segített neked például az irodalom? Tehát a versek, a színdarabok, vagy a hétköznapi kommunikáció volt az, ami segített inkább? Három dolog segít. Egyik az, hogy jó, itt maradok, bábos vagyok, színész vagyok, nem csak bábos, és ki tudja, mi lehet itt. A nyelvet meg kell tanulni. Ez a kényszer volt. És akkor úgy döntöttem, hogy nem leszek állandóan indiaiok között, mert ott akkor beszélünk indiai nyelvet, hogy el vagyunk, aztán sose. A másik dolog, hogy 1980. december 31-én, szilveszter, és ment a Hoffi előadása. És mindenki fetrengett. Ez a Bolondok háza című. És mondta, valaki fordítson már le. Csak és, meg igen, meg nem, meg ilyeneket tudom. De abból nem lehet, ez nem jót röhögni, csak többiek röhögtek rajtam. És akkor azt mondta, ezt nem lehet lefordítani. És mondom, ezt meg kell érteni. Ez nagyon idegesített engem, hogy a metron, vagy a buszon nem értettem, hogy miről, mit beszélnek az emberek. Tehát ez a harmadik dolog, az csoda. Amikor azt mondta, amíg nem tanulsz meg a nyelvet, addig nem lehetsz bábszínész. És akkor mondta, végezz el a bábszínész képzőt, azzal tanult meg a nyelvet, és akkor hivatalos papírod is lesz, meg menni. És el kellett olvasni Mester és a Margaritát. Magyarul kezdtem, emlékszem, héven ültem, első fejezet, a Hontalan, meg a mennek, és ott van, hogy a kajszi szörpöt isznak, mint a borotva hab szaga árat. Ez a mondat van benne, és ott volt mellettem a szótár, kajsz, mi az Isten ez a kajszi? Na, így kezdtem. De amikor eljutottunk odáig, hogy Voland megjelent, és amikor azt mondta, Annuska már kiöntötte az olajat a sínre, hogy levágják a fejét a főszerkesztőnek, onnantól már egyre kevésbé kellett a szótár. Mire elolvastam az egészet, már megéreztem azt a nyelvet. Ez számomra is megmagyarázhatatlan. Ez ott valami átállt. És akkor persze, mellette én tartottam előadásokat. Volt a bábtábor, és akkor mesélj Indiáról valamit, szoktak mondani. Aztán ez népszerű lett, és mentem. Sok helyre meghívtak. Akkor volt pár indiai díja, meg indiai nagykövetségtől kértem én indiai filmeket,
meg Indiáról beszéltünk, meg főztük indiai teát, ebből előadás lett, és több mint 1000 előadást csináltam, és annyit beszéltem, hogy közben az is összeállt. Tehát így, ez mindegy, mellette bábszínházban ugye játszottam. Emlékszem, hogy első szerepem az egy Marisza és Oroszlán című színdarab volt, ahol én indiai oroszlán voltam, mert akkor nem baj, ha hibázik, vagy akcentusa van, mondta. De ez jól kérdett. Mi az, hogy? Na most Arany János, amikor elkezdted olvasni, az megint egy külön szótár kéne bizonyos esetekben, mert ugye annyira finom a nyelvezet, ez a régi magyar nyelv szerint, hogy utána az ember legszívesebben csak rímekben beszélne, meg persze olyan metrumokban, amiben meg vannak írva balladái vagy a versei. Te a Toldit választottad konkrétan. Miért a Toldi a te választásod? Azt gondoltam volna egyébként, amikor arról beszéltünk, hogy hozol valami indiai filozófiai verset, ami úgy megmutatja az embert, és hoztál egy Toldit, egy nagyon erős magyar kötődésű történelmi elbeszélő költemény. Ágyam mellett Toldi, meg a Mester és a Margarita mindig ott van. Sokszor előveszem és olvasom. Az a története, hogy amikor a Bábszínházban én még díszítőként dolgoztam, amielőtt elvégeztem a színészképzőt. És akkor mutatták be a Toldit. És Elekes Pali bácsi, nem tudom mennyire ismered, ő hangját mindenki ismeri, mert biztos hallottak itt ott a rádióban, tévében, meg a szinkron hangok. És ő narálta a Toldit. És az volt összekötő szövegként, ő mondta, aztán jöttek a jelenetek, így volt. És mindig hallottam, és ahogy ő mondta, ez mintha pásztor tűzi, őszi éjszakában, messziről lobogva a tengerpusztaságon. És bennem rögződött, és annyira tetszett az egész, hogy kezdtem olvasni, és olyan, mintha már rám ajánlott, tehát összekapcsolódott a gyerekkori, az eposzok iránti rajongással. Tehát nekem a ugyanolyan értékű, jó, nincs benne Krisna Isten, meg nincsenek benne, de ez a jó és rossz közötti, tehát Mahabharatához hasonlít, ott is jó és a rossz közötti, testvérek közötti háborúról szól. Itt is arról szól a Toldi György, meg a Toldi Miklós. És valami, és tényleg fantasztikus Arany Jánosnak a műve, tehát mint költészet, mint eposz, mint egész történet, a dramaturgia. Tehát ember, ha belemélyed, akkor nem lehet abba hagyni egyszerűen. Ahogy karakterek épülnek, ahogy, és a végén jó győz, ugye? Petőfi Sándor barátságához és az országos ismertséghez is a Toldi segítette alkotóját. Az az elbeszélő költemény, amit alig 2 évvel a forradalom előtt, 1846-ban írt. Történetét a nagy közönség régről ismerhette, hiszen a páratlan erejű, tiszta szívű, de annál rosszabb sorú Miklós legendáját már Ilosvai Sejmes Péter is feldolgozta. A mű nem fejből pattant ötlet, a Kisfaludi Társaság pályázati felhívására született, amelyben arra kérték a művészeket, hogy írjanak népies stílusban egy a népajkán élő hősről. Arany Jánosnak ez olyan jól sikerült, hogy a Toldi máig az alapműveltség egyik mellőzhetetlen darabja, és több mint másfél évszázad távlatából is szerethető és varázslatos történet minden generációnak. Josi barátnak meghatározó fiatalkori élménye fűződik hozzá. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, de feliratkoztál már a csatornámra? És megnyomtad a kis csengőt, hogy értesülj az újabb videókról? Vagy az Insta, vagy a Facebook, mindenütt ott vagyok, és mindenütt sem. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Szóval eljutottam oda, hogy én játszottam a Laci Nádort a Bábszínházban. Mindenki ott várt és röhögött, hogy pont ő. Ezek mind haverok voltak, tehát nem rossz májúan mondtak, nem bántottak, nem volt ott semmilyen probléma. De erre kíváncsiak vagyunk, és akkor persze, ilyenkor ember izgul, és akkor jön a baki, meg minden, de ez volt a feladat. Ez volt a feladat. Tehát ez a fejlődés, ha nézzük akkor. Mai nap, hogyha visszagondolsz erre a bizonyos előadásra, alapvetően ez siker számodra? Tehát, hogy úgy érzed, hogy akkor, amikor ezt megcsináltad, ez egy jó érzés, jó visszagondolás. Jó érzés. Nagyon jó érzés. És a másik, hogy amikor az Jókai téri bábszínházban. Egy bábszínház volt Jókai téren, meg itt a Andrássy úton. Aztán itteni nagy színházban is játszottam, és akkor azok már ilyen fejlődési szakaszok. Hé, hey, paraszt, melyik út megyen itt Budára? Kérdi Laci hegykén, csak amúgy félvárra. De Toldinak a szó szívében nyilallik, és olyat döbben rá, hogy kívül is hallik.
paraszt én, eményen füstölöm magában. Hát ki volna úr más széles a határban? Toldi György talán, a róka lelkű bátya? Ki Lajos királynál fenn a tányért váltja? Én paraszt. Én, amit még e szóhoz gondolt, Toldi Györgyre szörnyű nagy káromkodás volt. Azzal a nehéz fát könnyeden forgatja, mint csekély botocskát véginél ragadja. Hosszan, egyenesen tartja fél kezével, mutatván az utat, hol Budára tér el, s mintha vassá volna karja maga válva, még csak meg se rezzen a kinyújtott szálfa. Nádor ispán látja Toldit a nagy fával is, elámul rajta mind egész hadával. Ember ez magáért, Lacfi mond. Akárki. Nos, fiúk, birokra, hadd lássuk ki áll ki. Vagy kitartja úgy fel azt a hitvány rúdat, amellyel mutatja el suhanc az utat? Miért hagytad abba? Tehát mi volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy mégsem bábszínész leszek, hanem leginkább a sorselemzés az, ami érdekel, vagy az emberekkel történő kommunikáció, vagy a bajban, bajba jutottaknak az egyfajta pszichológiai, szellemi, érzelmi megsegítése? Figyelj, a rendszerváltás után jött a racionalizálás. Akkor mondtak, hogy két különböző színház lesz. És akkor lett ez a budapesti, a másik meg Kolibri. És akkor egy akkori fővilágosítót nevezték ki a vezérigazgatóra, a bábszínház igazgatójának. És ő egyszer behívatott, és azt mondta, hogy mi nagyon szeretünk téged, meg minden, de én előtt nekem színészrendező asszisztens szerződésem volt. És akkor azt mondta, de csak ügyelő szerződést tudnak adni. És akkor azt mondtam, hogy én színészem, hát minek? Ügyelő nem akarok lenni. És akkor, kijöttem, és akkor azt mondtam, akkor most mi van? Megint 1980. február 29-e van új. Mit fogok csinálni? Nem értek semmi máshoz. És akkor egyik barátom telefonált, hogy ő látta az előadásaimat, a misztikus gondolataimat, ezoterikus gondolataimat, látott engem Vitrai Tamás műsorában, Teleferében, és miért nem csinálunk egy ilyen stúdiót? Ő üzletember volt, én meg kerestem valami, és akkor gondoltam, hogy ebben tudok egy másik énemet, mert az introvertális én kell, hogy ember tudja jól csinálni. Akkor nem volt jósipar, akkor nem volt ezen a ezoterikus ipar, még nem fejlődött ki, és akkor jó csináljuk. És akkor az kezdett működni. Miért hallgattak rád az emberek? Tehát tényleg olyan jó érzékenységen nyúltál hozzá? Nem, én empatikus és őszinte vagyok. Tehát én sose játszottam nagy mágust, hogy mindent megoldom. És nem akartam minden áron adok. Inkább ez benne volt a kis életvezetési tanácsadás is. Tehát én hozzám zen buddhizmus nagyon közel áll. Uh-huh. Tehát egy problémát, ha megszokott helyet, teljesen absztrakt módon nézel, akkor rájössz, ez a probléma nem is probléma. Vagy ez inkább a te felelősséged, mert te szeretsz kapaszkodni a problémádban. És akkor tehát innen te felelősséged szempontjából, akkor ma van megoldás. Mert ha minden a sorson múlik, akkor nincs megoldás, akkor majd eldől. De, és így, és talán így lehettem hiteles. Biztos, ez iparszerűen nem lehet csinálni, mert akkor belefásul az ember. És akkor jönnek azok a megszokott patronok, amit nyomja. Tehát, és ez szerencsém volt, hogy akkor jött a tévé. Amikor már kezdtem kiégni, és éreztem, hogy nagyon nem jó. Ez eljött az a pont, amikor azt mondtad volna, hogy most én befejezem, még ha nem jön a televízió, akkor is. Így van. Ha azt mondjuk, hogy te sorselemző vagy, mert ezt lehet mondani, akkor a saját sorsodat meg tudtad volna jósolni akkor, amikor te ide érkeztél Magyarországra, hogy pontosan, még ha nem is tényleg nem ilyen tű pontossága, de hogy honnan, hová, milyen szakaszban fogsz belépni, milyen fajta hivatásba, milyen családi körülmények közé, milyen fajta emberekkel fogsz összekerülni ezek? Soha nem foglalkoztam, mert ennek a szakmának van egy alapfeltétele. Tehát csak annak van joga ezt művelni, aki annyira önálló belülről, és annyira fejlettségi szinten van, hogy azt mondja, bármikor, bármilyen váratlanul rám zúdul egy feladatsorozat, tudok vele megbirkózni. Ha az a szint nincs, akkor hogy azt tanácsod másoknak? Akkor az hiteltelen.
Tehát én, és mindig is, tehát mindig sok változás volt, sok újrakezdés volt, hál' Istennek. Mindig azt voltam, úgy voltam, hogy kíváncsi, mi vár rám? Nem csak én mit akarok, hanem tőlem mit akarnak. Mi akar velem foglalkozni? Mindig nyitott, és vártam, és jött, és mindig jön, és mindig jön. Ez mai napig is igaz. Ez olyan, mint hogyha most, ha visszagondolsz, az egy igazi sorsrendezés, és nem jóslás, hogyha visszagondolsz a saját életutadra, ami eddig történt, ami remélem még sok minden van benne, de hogy azok alapvetően is helyén voltak. Tehát én azt látom, hogy te meg vagy elégedve ezzel, tehát jó úton haladtál, és pont az a fajta íve van, amit te egyébként így visszamenőleg elgondolva helyesnek tartottál. Te képzeld el, én Indiában nem hittem az egészben. Azt mondtuk, mert gyerekkorunkban utcánkban jött egy asztrológus. Uh-huh. És anyám, én emlékszem, a kisgyerek, anyám lejött, és akkor mondok neked, hogy nem akarok, de mégis, nem akarok, adjál 20 rupiát. Nem. Mert szegények voltunk, hát honnan adna 20 rupiát? És akkor elátkozta az anyámat. Anyám megijedt, mesélt, mondta, és akkor mondtam, hogy mi az Isten van, ez az ország azért van lemarazva, mert ilyen hülyeségekkel, bohónákkal foglalkozunk. Tehát így nőttem fel, a kamaszkoromban, meg egyetemista koromban is, azt mondtam, ez... Aztán, amikor színész lettem, akkor India egyik leghíresebb költője, melynek volt egy színész műhely, tehát minden este összegyűltünk, egy fészek klubunk ott. És ott kint ültünk, és beszélgettünk, és mindenféleket improvizáltunk, és egy költő, aki foglalkozott asztrológiával, és én mondtam, ha-ha-ha-ha, adjan már, hókuszpok. Ezt mondtam, mikor születtél meg? De mondom, kíváncsi vagyok, mert muszáj volt tisztelni, mert olyan nagy költő volt, hogy csak na. Hát az. És akkor lediktáltam neki, és azt mondja nekem, hogy 3 hónap múlva külföldön fogsz menni, később külföldön is fogsz élni, meg egyszer el fogsz válni, meg bla 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 bla. És akkor azt mondtam, hogy jó, most minden utcai is ezt mondja, hogy külföldön fogsz élni, mert éneket kell mondani 20 rupiáért vele. És 3 hónap múlva, akkor nekem útlevelem nem volt. Tehát gazdaságilag nem tartottam ott. Tehát nem létezik, hogy én most Európában hogy mennék? Pénzem nincs, útlevelem nincs, ismerősöm nincs. Ha milyen mennék? Miből? És meg egyetem minek? És minek? Persze. Ennyi. És akkor jött az a bábszínházi történet, amikor mondtak, hogy beugrasz-e? Azt mondtam, hogy Aztán amikor ide, akkor itt igen. Ez is bejött, az is bejött. Végig. Tehát ebben te most muszáj elhinni. Meg a saját tapasztalataim is, ez a megérzés. Neked is biztos van megérzésed, intuíciód. Hogyne. Hogyne? Hát honnan van az? Hát ez az, amit az ember nem igazán tud. Tehát az, hogy ez honnan érkezik, ez valahol benne van nyilván az embernek a szocializációjában, műveltségében, intelligenciában. A logika az múltból fakad. Uh-huh. Múltbeli tapasztalat. Logika az védekezésre való. Intuíció nagyon finom, nagyon halk. Logika nagyon hangos, harsány. Az kiabál, balra fordulj, intuíció az, hogy ne. De az csend kell belülről, hogy te azokat a hangokat hallják. És neked mindenki érzi. De neked a logika meg az intuíció az csapott már össze? Amikor azt mondtad, hogy én már pedig én csak arra hallgatok, ami a megérzésem, az intuíció, és nem a logikára. Nem hagyom, hogy logika győzzön. Uh-huh. Én ma annyi illogikus döntést hoztam, ami intuíciónak. Különben nem jöttem volna ide. Uh-huh. Hát ha logikusan nézem, akkor amikor a New Yorkban voltam ösztöndíjas, Jim Hansennél, aki Muppet Show-t csinálta, ott maradtam. Mondták nekem ott, maradj itt, hozzuk egy indiai csajt, megnősülsz, aztán csak papíron, Las Vegas, aztán majd el. És akkor könnyű is volt. És Stockholmban is maradhattam volna. Nem. És miért pont itt? Nincs, csak egyszerűen éreztem, hogy ennyi. Szóval Andrássy úton először a tolmácsom vitt, elvitt a bábszínházba, Andrássy úton, hogy ismerős lett volna. Tehát nem az, hogy én álmodtam ezzel az épülettel, aha, nem igaz. Nem álmodtam, mert se Hősök terével, semmivel. Csak egyszerűen ott mert jól érezte magát. Tehát ez nincs, most nem akarok misztifikálni semmit, de ez lehet a jövő, ez lehet, hogy a mai napból indult az a bizonyos akkori jó érzés. Sose, vagy lehet, hogy 10 év múlva jön, vagy már megtörtént, ami miatt
itt kellett lenni. Nem is nagyon kell keresni ezt a fajta. Nem is kell keresni. Nézzem, nekem mondták, hogy a barát, mint friend. Your name is barát, mint friend. Barát, József. Ezek nehéz volt megszoknod, hogy itt Magyarországon a Josi barát, az barát Józsi. Igen. Így van. Nem. Ezt a könnyen megbarátkoztál ezzel? Persze, hogy a, hát a fél ország Josinak hív, fél negyede ország. Hogy kell? Barát a keresztnek. Barát, az világos. Igen. Tehát mindenképpen barátnak kell. Igen, de mindenki Józsi, mert barátnak azt most... Mi van magyaros a Józsi? Barát, barátnak hívni, hát most az van intim. Aha. Pláne női kolléga is, nem? És akkor Josi. De sincs semmi baj ezzel. Aztán tényleg, amikor a TV-ben, a TV2-ben, akkor Josi úr, Josi, 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 minden. Aztán hazamentem, és a barát mondta az anyám, akkor mi van? Ki az az én vagyok? Tehát kellene kis időben átszokni. Van két gyönyörű lányod, ugye? Ők már itt születtek Magyarországon. Így van. Magyar az anyjuk. Igen, és hogy az ő kötődésük mondjuk az indiai kultúrához, az mennyire erős? Erős. Nyilván, ami tőled kaptak, meg ami tőled jött, az mind hát meg ott Indiában, egy párszor. Kötődnek ottani rokonokhoz. Az ottani eposzokhoz is kötődnek? Tehát persze. Ezt át tudtad vinni? Tudják ők, tudják, ismerik. És amikor ők kicsik voltak, és abban a szakaszban voltak, hogy meg kellett tanulják a nyelvet, meg kellett értsék a világot, és persze az ember egy fantáziadús mesevilágba kell, hogy felnőjön, akkor te magad is odaültél, olvastál nekik, segítettél, vittél őket színházba, tehát volt egyfajta... Persze, ilyen... de én az a hibám, hogy pláne nagyobbik lányom, amikor ő született, akkor nekem az volt a lényeg, hogy magyart megtanulni. És én csak magyar. Szóval magyarul is beszéltem vele. Mert azért egy gyereket szeretgetni őszintén, azt csak anyanyelveden tudsz. De nekem magyarul kellett azt kifejeznem, hogy tudjak az egész, ha magyar lelkem megszülessen. És abból fakadóan nem én tanítottam a indiait. De amikor hazament, akkor ott rokonoktól mindig tanítottak, tanult egy ugyanúgy kicsi lányom is. De érdekes, ha hazamegyek, akkor első ilyen héten, 10 napig még első reflexként a magyar szó jut. Aztán szép lassan átállok, aztán itt újra kell tudatosan szoktatnom a magyar nyelvre, mert azért mégis 25 évig Indiában éltem, az az anyanyelvem, az rögtön átveszi a dominanciát, ha hagyom. Ma már jól érted Hofit, Hofi humorát. Nincs olyan, ami ne fogja megtegyelni a minden virágnyelven, ha kell, vagy éppen a Sándor Gyuri, meg Adit is értem, meg Arany Jánost is, meg Petőfit, meg József Attilát. Jó ezt hallani. Én egy olyan verset hoztam neked, ami most éppen Szabó Lőrinc, ami egy picit a sors elemzéssel, meg hát magával, egy picit a színházzal is, de magával az élettel kapcsolatos igazából. Életeli, így van. Ne, hogy mindegyik abból fakad, a költészet maga és a vers is ugye az élet. Az a címe, hogy nincs idő, ami persze nem igaz, mert hogy a te filozófiát szerint mindenre kell, hogy legyen idő. Mert jó, de idő önmagában nincsen, az a mi agyunk találmánya. Tehát emberiség megszűnne, akkor világegyetem menne. 13,8 milliárd éve az megy tovább. Hát és kiszámolja, hogy hány milliárd az év, vagy fény év, vagy mi. Nem tudjuk. Hát ez egy emberi logika, ugye? Az emberi agynak a kreálma. Hát ilyen kicsik vagyunk. Azt írja, hogy ez a szív megtanult beszélni, és mindenre emlékezik. És engem persze érdekelne tudni a történeteit, mert csak ő ismer igazán. Csak ő tudja, mik a titkai annak a vén birodalomnak, mely a nevemet viseli. Jó volna tudni, elbeszélni, hogy mit látott, mit mond és miért. De nincs időm rá. A világ nem tart el a verseimért. Hát én nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, és azt kívánom, hogy nem tudom, eltelik még majd 30-40-50 év, amennyit a jó Isten ad neked. Legyen időtlen, és hogy ha sors elemzel majd valamikor néhány évtized múlva, akkor ugyanezt tud elmondani, mint amit itt elmondtál, hogy igen,
jó pályára, jó életútra, jó kerülőkre hozott a jóisten, a teremtő, a sors, a jóisten. Így van, hogy ezt neked így kellett meglépni. Szóval azt kívánom, hogy mindig ott találd meg a helyed, ahol éppen vagy. Köszönöm. 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 Pap János hangját nagyon sok filmből ismerhetjük, most azonban az érzéseire is fény derül, ugyanis Áprili Lajos a Csavargó a halálra gondol című versét választotta. Ez a vers arról híres, arról ismerszik meg, hogy a nyáj egy templomban a csavargót nem az érzéseiről és a hovatartozásáról kérdezik és ítélik meg, hanem arról, hogy hogy van fölöltözve. Azt hiszem, hogy egy nagyon szomorú jelenségre világít rá a kiváló színművész, de hogy neki mit jelent ez a vers, és ő hogyan kötődik ez a történethez, ezt is megtudhatják. A következő vendég a sorok között. Pap János, színművész. Hát ha menni kell, ha meg kell halni. Ez nagyon hasonlít arra, amit én remélek. Mindenki békés halált remél, természetesen. Jó lenne nem megbetegedni, nem sokáig kórházban lenni, nem szenvedni. Én is arról álmodom, hogy egyszer majd megyek egy túrámon, 98 éves koromban. Leülök egy fatönkre, és azt mondom, hogy hú, de elfáradtam. Leülök, és ott maradok. Fontos, a műsor bővített változata és a vers is hamarosan megtalálható a YouTube csatornámon. Ha feliratkozik, értesülhet róla. A műsor igaz történeteken alapul. Az adásban megjelenő szereplők valós személyek. A történeteik hasonlósága más emberekéhez pusztán a véletlen műve. A versek által okozott katarzisért a műsor készítői felelősséget vállalnak. Az eleganciát az Öltönybirodalom biztosította. A műsor támogatója a Blick. A Magyar Versmondók Egyesülete online is életre kelti a verseket. A műsort az Erla Technopro Kft. Technikája örökítette meg.